az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Ekkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket, és üldöznek. Ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket, örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium ígéi. Áldunk téged, Krisztus! Alleluja! Alleluja! Mit jelent, testvéreim, az a szó, hogy szent? Nagyon sokaknak ez a szó inkább valami elérhetetlen sugall. Valami olyasmit, amire csak rendkívüli képességű emberek lehetnek adott esetben felkészültek, hogy elérjék. Sokak számára a szent valamiféle utópiát, valami a földön megvalósíthatatlant jelent. Ismét mások úgy gondolnak, pont az előbbiek szellemében azokra az emberekre, akiket szentnek nevezünk, hogy fent a templomokban, gyönyörű ólomüvegeken vagy szobrokon megcsodálhatjuk őket, valami csodálatra méltó, különleges lények, akik viszont távol állnak tőlünk és a múltnak a ködébe vesznek, talán évszázadok múltjába és legendáktól övezve. Igen, szépek azok a legendák, amelyek a szentek életét övezik, de olykor talán még károsnak is mutatkoznak, hogyha hozzá nem értő módon olvassuk és gondolkodunk róluk, mert tudnunk kell, hogy ezek a legendák mindig valóban legendaszerűen egy kicsit felnagyítják, talán mondhatjuk, egy kicsit el is túlozzák a történteket, néha csodaszerű elemekkel körül díszítve egy embernek az életét, és akkor valóban káros, hogyha azt sugallná, hogy milyen csodálatosak ezek az emberek, de követhetetlenek. Éppen ezért Szent II. János Pál pápa, de nem csak ő egyébként, hiszen számos más pápa az egész történelem során fontosnak tartotta azt, hogy kortársakat avasson szenté. Olyanokat, akiket a mai élők még ismerhettek. Az én édesanyámat még például Szatmár vértanú püspöke, Boldog Scheffler János bérmálta. De még ma is élhetnek sokan, akiket akár gyulai plébánosként, akár győri püspökként Apor Vilmos keresztelhetett, aki szintén vértanú és már boldogként az oltár magaslatán tiszteljük. Ferenc pápa nem véletlenül mondta azt néhány évvel ezelőtt, hogy szükségünk van tornacipős és farmernadrágos szentekre, olyanokra, akikre ha rátekintünk, azt látjuk, hogy bizony követhetők, bizony a mi életünk is a nyomdokaikba léphet. És talán pont ezért is folyik, csak hogy egy jelenkori példát mondjak, egy 15 éves olasz fiúnak a szenti avatása, Carlo Acutisnak, aki egész életét vidám, számítógép kedvelő, informatikus gyermekként, fiatalként élte, súlyos betegségben halálra készülve teljesen átadta életét az Istennek, és íme valóban még a képeken is még nem szent kép, hiszen nincsen szenti avatva, de farmerben, világos pólóban látjuk, mint bármelyik más fiatalt láthatnánk mai fényképeken.
Testvérek, a szent szó, hogy visszatérjek kezdő kérdésemre, annyit jelent, hogy Istennek lefoglalt, Istenhez tartozó. Elsősorban ezt jelenti, de valóban használjuk abban az értelemben is, ahogy utaltam rá a szentmise kezdetén, az, aki már célba ért, az, aki már üdvözült, az, aki már ott van Istennél. Egyházunk több tízezer emberről kimondta hivatalosan, életpéldája nyomán, tanúságtétele nyomán, és általában egy hozzákötődő, rendkívüli esemény kapcsán, hogy ők biztosan az üdvösségre jutottak, hogy ők valóban szentek, vagy a boldoggá, vagy a szenti avatásukkal ez meg lett pecsételve. De nyilvánvaló, hogy nem csak ez a több tízezer név szerint ismert ember jutott el az Istenhez. Hitünk szerint nagyon sokan lehetnek, mint ahogy hallhattuk is az olvasmányban, 144 ezren, vagyis azt jelenti, hogy végtelen sokan, 12-szer ezren, végtelen sokan lehetnek azok, akik már célba értek, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, akik valóban otthon vannak az Istennél. Ma rájuk emlékezünk, és reméljük, hogy közöttük vannak saját hozzátartozóink, szeretteink. A dogma azt mondja, hogy senki sem lehet biztos a saját üdvösségében. De Istenbe vetett hatalmas bizalommal és az ő szeretetének tudatában reménykedhetünk benne a sajátunkében és minden szerettünkében. Hiszen, ahogy Szent János oly gyönyörűen mondta, látjátok, testvéreim, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Márpedig, ha Isten gyermekei vagyunk, akkor joggal reménykedhetünk az Isten szeretetében, megbocsátó jóságában. A két ünnep, a mai, a mindenszentek és a holnapi, a halottak napja, ezen a ponton kötődik egymáshoz. Eredetileg a két ünnepnek semmi köze nem volt egymáshoz. Mindenszentek ünnepe több száz évvel korábban született, és eredetileg, mint ahogy a görögök mai napig pünkösthöz kapcsolódóan ünnepelték, mint a pünkösnek a Szentlélek eljövetelének a gyümölcsét. Azokra az emberekre tekintettek, akikben működött a Szentlélek, és ezáltal valóban istenéi lettek, mint győztesek, mint célba jutottak, mint akik Szent Pál szavaival végigfutották a pályát, és megharcolták a jó harcot.